Tavaly nagyon jó szerepelt a csapat, hiszen a kupában a döntőig menetelt. Most is ez a cél? Egy játék, és egy játék kezdődik, a csapat azt a játékot nyerni akarja. Szóval, és mi nem csak azt mondjuk, hanem mi azt is éljük. És azért úgyis, ha szerdán jön a Paks, mi ezt a játékot meg akarjuk nyerni, és arra örülünk. Nekünk a sok játék az tulajdonképpen kedvez, nem? Mert a játékosok jobban össze tudnak szokni, mert azért nem olyan régóta játszunk mondjuk ebben az összeállításban, és mindig változtatni is kell. Persze mindig változtatni kell, de van a keretben 22 ember, és mindig 22 ember gondolja, vagy akar játszani. És pont ilyen, ha ilyen sok játékok vannak, most a jövő két vagy három héten, utána mindenki tud bemutatni, szóval az szuper. És mindenki azt is mutatja edzésen, hogy be akar mutatni, és azért nekem semmi probléma, hogy most sok játék lesz. Mi mindig, ha játszunk, örülünk. A hétvégi vereség után következik rögtön egy kupamérkőzés a Paks ellen. Ugye tavaly nagyon jól szerepeltünk a kupában, csak a döntőben kaptunk ki. Most is ez a cél, hogy odáig elmeneteljünk? Mindenképpen az előző évi szereplésünk az bizakodásra ad okot, és gyönyörű emlék számunkra. Persze némi hiányérzet is van bennünk, mert meg kellett volna nyernünk azt a döntőt, azt a kupát. Idén is úgy készülünk, hogy amit elvett tőlünk az élet tavaly, azt most mindenképpen szeretnénk a magunknak tudni. Azért a Paks ellen nekünk általában nem nagyon szokott menni. Nem sarkítanám ki így a dolgokat. Azt a játékot kell játszanunk, amit begyakorlunk, amit tényleg minden edzésen súlykolunk. Alázatosan és fegyelmezetten kell játszanunk, ki kell szűrni a hibákat, és akkor eredményesek tudunk lenni. A hazai pályán való kezdés a párharcban az előny vagy hátrány? Mindenképpen előny. Hazai pályán minden meccs egy lökést ad. Nekünk itt tényleg fegyelmezetten és jól kell játszanunk, pontosan és taktikusan. Mert ugye már két meccsen dől el ez a párharc. Van elég rutina és erő a csapatba ahhoz, hogy ezeket a hétközi meccseket jól tudjuk hozni.